Köszöntöm nézőinket, önök a Tolna Táj televízió híradóját látják, Tamis Ákos vagyok, főbb témáink néhány mondatban. 150 ezer forint is lehet egy fűnyírás, az időkorláton kívüli zajos kertészeti munkát büntetik. Kocsiban hagyott gyerekek, pár perc alatt tragédia történhet a nyári forróságban. Bátaszéki fejlesztések, új tetők a közintézményeken. Ünnep, Szent Annára emlékeztek Dombováron. 150 ezer forintos büntetést is kaphat az, aki a megszabott időintervallumon kívül végez zajjal járó kertészeti munkát. Az időkorlátok településenként változhatnak, így érdemes utána járni a helyi önkormányzatnál. Fűnyíró, fűkasza, elektromos permetező és fűrész. Ebben az időszakban kerülnek elő ezek a nagy zajjal járó kertészeti munkákhoz szükséges eszközök. Szekszárdon 2011-ben hozták meg a mai napig használt közösségi együttélés alapszabályait. Ezek a szabályok, mondhatom azt, hogy szigorító szabályok az egyébként hatályos központi jogszabályokhoz képest. Tehát a zajvédelemről szóló rendelet például meghatározza, hogy bizonyos napokon, mely időszakokban, napszakokban lehet úgynevezett zajjal járó tevékenységet végezni. A nyári időszakban munkanapokon 21 órától reggel 7 óráig, hétvégén este 21 órától reggel 9 óráig nem lehet zajjal járó tevékenységet végezni. 2018-ban a lakosság javaslatára kibővítették a határozatot, így hétvégén napközben 12 és 16 óra között is betiltották az ilyenfajta munkavégzést. Amennyiben valakinek ilyen problémája van, a helyi önkormányzat jegyzőjénél tehet bejelentést. Ennek következménye lehet egy egyszerű felszólítás, de a szabályszegőt akár 150 ezer forintos pénzbírsággal is büntethetik. A szankció mértéke a helyszíni bírság esetén, tehát mondjuk a köztelet felügyelő kimegy és a helyszínen észlel egy ilyen jogsértést, akkor az 50 ezer forintig terjedő helyszíni bírság szabható ki. A nem helyszíni bírság keretében történik az elbírálás, akkor egy közigazgatási bírság kerülhet kiszabásra, ami 150 ezer forintig is terjedhet akár. Egy nyári szezonban 5-10 ezzel kapcsolatos bejelentés érkezik a szekszárdi polgármesteri hivatalba, de eddig még egyből sem lett konkrét eljárás. Általában azok telefonálnak, akik nem biztosak a szabályban, és meg akarnak győződni róla, hogy vasárnap is nyírhatnak füvet. Az osztályvezető azt mondja, érdemes mindenkinek utána nézni a helyi önkormányzatnál, mert településenként változó lehet a megadott időintervallum. Szerdától csökkennek az üzemanyag árak a forint erősödése miatt, írja a holtankoljak.hu. A hét közepétől a benzin literenként jár a várhatóan 3 forinttal, 367 forintra, a gázolaj 2 forinttal, 383 forintra csökken. Legutóbb a múlt szerdán változtak az árak, akkor a benzin ára 2 forinttal csökkent, a gázolaj ára viszont változatlan maradt. Tragédiához vezethet, ha kisgyermeket hagynak az autóban nyáron, bár ez egyértelműnek tűnik, mégis egyre gyakrabban történnek ilyen esetek. A házi orvos azt mondja, ha valaki magára hagyott gyermeket lát egy járműben, törje be az üveget és vegye ki a kicsit a kocsiból. Egy 6-7-es gyermek halálát okozta még 2015-ben, hogy a szülei 45 percre magára hagyták a nyári forróság idején az autójukban. Hasonló esetből egyre több történik. 2017-ben Fóton történt hasonló, a járókelőknek köszönhetően ott a gyermeknek nem esett komolyabb baja. A házi gyermekorvos azt mondja, nyáron egy autóban 70 Celsius fok is lehet, az ennyire forró levegő pedig percek alatt okozhat keringési összeomlást az embernél. Az ő szervezete drasztikusan fölmelegszik, ezáltal a szívfrekvenciája, a légzése fölszaporodik kritikus módon. A légzés fölszaporodásával rengeteg hőt veszít, és rengeteg vizet, folyadékot veszít, és az izzadással is, és ez gyakorlatilag egy teljes keringés légzés összeomláshoz vezet. A rendőrség nyáron kifejezetten figyeli a strandok és a bevásárlóközpontok árnyékmentes parkolóit. A rendőrnek pedig joga van ahhoz, hogyha azt látja, hogy egy kocsiban gyermeket hagytak, akkor akár be is törje az autó üvegét.
A háziorvos szerint a legfontosabb az, hogy a bajba jutott gyereket ezután kivegyék a felforrósodott kocsiból. Az első dolog, hogy az autóból kihozni, hiszen akár 30-35 fokkal is melegebb lehet abban az autóban a hőmérséklet, tehát a hirtelen hőcsökkenés az mindenféleképpen állapotjavuláshoz vezethet. Az olyan szülők, akik autóban hagyják a gyermeküket, baj esetén akár több év börtönt is kaphatnak. 6 baleset helyszínén intézkedtek a rendőrök hétvégén, az elmúlt 2 napban 2 sérüléses és 4 anyagi kárral járó baleset történt Tolna megyei útjain, tájékoztatott a Tolna megyei rendőrfőkapitányság. Egy 22 éves tolnai nő hajtott vasárnap kora délután az M9-es autóúton, amikor ismeretlen okból először letért az útról, majd átsodródott a menetirány szerinti baloldalra, ahol a szalagkorlátnak ütközött, végül az úttest melletti füves vízelvezető árokba csapódott. A baleset során a sofőr kirepült a járműből és súlyosan megsérült. Dombováron is baleset történt vasárnap, amikor a délutáni órákban egy segédmotoros kerékpáros egyensúlyát elvesztette és elesett. A balesetben a motoros könnyű sérüléseket szenvedett. Folytatódik az intézmények felújítása Bátaszéken, több épület tetőfelújítása van napirenden. A városképviselő testülete a koronavírus járvány kitörésekor kijelentette, minden körülmények között forrásokat biztosítanak a város intézményeinek karbantartására. Át kellett tervezni az idei költségvetést, de ennek ellenére nem adtuk fel, hogy a város intézményeiben folytassuk a korszerűsítést, mondta Bozsolik Robert Bátaszék polgármestere. Már elkészült a Kereszti Gyula Városi Könyvtár tetőszerkezetének a felújítása. Erre mintegy 1,5 millió forintot fordítottunk, és a napokban megkezdődött a Budai utca 21 alatt működő gondozási központ tetőszerkezetének felújítása is, és ezeknek a munkálatoknak a folytatásaként a Budai utca 61-es számú orvosi rendelő épület tetőszerkezet felújítása is el fog készülni a nyár folyamán. A 3 épületben elvégzendő munka összköltsége megközelíti a 14 millió forintot, melyet Bátaszék saját forrásból finanszíroz. Emellett megkezdődik a napokban a járdakorszerűsítési program. Az építőanyagot a város biztosítja, a munkát a lakóknak kell elvégezniük. A lakossági járdaépítési program az már az elmúlt ciklusban megindult, hiszen ezzel is próbáltunk hozzájárulni ahhoz, hogy a város járdainak felújítását próbáljuk minél jobban elősegíteni. Ebben az esztendőben mintegy 25 kérelem érkezett a felhívásra. Számukra az építőanyagot fogjuk biztosítani, és ők a munkájukat adják annak érdekében, hogy az ingatlanok előtti járdaszakaszok felújítása meg tudjon történni. Az építkezések és a járdák állapotának javítását célzó lakossági munkák várhatóan az őszre befejeződnek Bátaszéken. Új főépítész lépett hivatalba Pakson. Szabó Péter polgármester szerint az új atomerőművi blokkok építésével párhuzamosan a város is nagy fejlődésen megy keresztül, ezért van szüksége a lakossággal és az önkormányzattal együttműködő új szakemberre. Sajtótájékoztató keretében mutatták be Paks új főépítészét, Kirizsné Buják Mariannát. Az új atomerőművi blokkok építésével párhuzamosan Paks városa is nagy fejlődésen megy keresztül, mely érinti a település városképét, építészetét és az egész város szerkezetét. Ezért van szükség a lakossággal és az önkormányzattal együttműködő új szakemberre. Főépítészasszony, építészmérnök, településmérnök, nukleáris létesítményeknek a szakmérnöke, tanár végzettségekkel rendelkezik, és hát azon túl, hogy nyilván a Paksi atomerőműben dolgozik, azon túl már van önkormányzati tapasztalata is. Ugyanis a Pécsi Egyetem után a siklósi, majd a pécsi önkormányzatnál dolgozott. 13 éve költözött családjával Paksra, és az atomerőmű építészeti osztályán helyezkedett el. Közben a BME nukleáris építmények szakmérnöke képesítést is megszerezte. Mint mondta, Paksnak nagyon jó adottságai vannak, de nincs mindenki használva. A Dunapartnak a felszabadítása az még várat magára, de a városnak vannak ezirányú tervei, úgyhogy reményeink szerint rövid időn belül, vagy záros határidőn belül használatba lehet venni majd a Paksi Dunapartot, hogy méltón
képviselhesse a zöld területet a városban. Kiemelte Paks építészeti értékeinek megóvását és a lakossággal való együtt gondolkodást. A paksi születésű főépítész július 1-je óta megbízási szerződéssel látja el feladatait. 13 újabb embernél mutatták ki az új koronavírus fertőzést, ezzel 4448 főre nőtt hazánkban a beazonosított fertőzöttek száma. Az adatok szerint nincs újabb elhunyt, így az elhunytak száma változatlanul 596 fő, közölte a koronavírus.gov.hu oldal. Tolna megyében változatlanul 13 fertőzöttet tartanak nyilván, jelenleg 523 aktív koronavírus fertőzött van Magyarországon. Közel 5000 tesztet végeztek el az elmúlt napon, 1000-en kerültek házi karanténba. Az intézkedés jelenleg 8490 embert érint. A kormány, az operatív törzs és a járványügyi hatóság folyamatosan értékeli a járványügyi helyzetet, és ha szükséges, további intézkedéseket hoznak. Dombovár szőlőhegy védő szentjének, Szent Annának a tiszteletére tartottak ünnepséget a városrészben. A reggeli szentmisét követően a délután zenés műsorokkal telt, majd egy retro diszkó zárta az eseménydús napot. Anna napi búcsút tartottak Dombovár szőlőhegyi város részén. A program reggel a Szent Anna kápolnánál kezdődött ünnepi szentmisével. Ez egy kurta furcsa év a 2020, hiszen azt gondolom, hogy már július vége felé járunk, amikor az első rendezvényt meg tudjuk tartani. Nagyon fontos célként kitűztük tavaly, hogy minden városrészben szeretnénk tartani egy olyan ünnepséget, egy olyan napot, amikor a helyiek identitását tudjuk növelni, és minden városrész fontos Dombovár számára. Pintér Szilárd polgármester elmondta, idén igyekeztek a színvonalat emelni, ezért változatos előadókat hívtak a rendezvényre. A hagyományoknak megfelelően délután egy kulturális programban próbáltuk színesíteni ezt a napot szőlőhegyen. Egy picit talán rendhagyó módon, hiszen egy magasabb színvonalú kultúrába szeretnénk volna megjelenni, mint az előző években történt. Remélem, hogy ez a kezdeményezésünk teli találat lesz, és jövőre még többen lesznek. A rendezvényt az időjárás is támogatta, hiszen előző napokban heves esőzések voltak jellemzőek, míg a búcsú napján napsütésben volt része a kilátogatóknak. Regionális hírenken folytatjuk a híradót. Albérleti piaca felvételi után már július első napjában megindult a vadászat a jobb ingatlanok után. Interaktív kiállító terek, új várkert és várfal sétány, 1,5 milliárdból újul meg a szigetvári vár. Nyugdíjasként is aktívak, katonákat köszöntöttek Kaposváron. A felvételi pontok kiirdetése után megélénkült az albérletpiac Pécsen is, azonban ma már nem bízák a szerencsére a leendő bérlők az ingatlan kiválasztását, már július első napjaiban lefoglalták sokan a kiszemelt ingatlant. A külföldiek is érkeznek, sokan először a neten keresztül érdeklődnek a pécsi választék iránt. Az árak az egyetemi oktatóhelyek közelében magasabbak, de még mindig kedvelt az albérletpiacon a pécsi kertvárosi rész is. Kiadó pécsi lakásokat hirdetnek ebben a csoportban az egyik legnépszerűbb közösségi oldalon. Fényképeket, videót tesznek fel az albérletről angol nyelvű leírással. Elsősorban a Pécsre érkező külföldi egyetemistákat szeretné elérni, így ez a 20 éve működő közvetítőiroda. Az sem ritkaság, hogy a képek, videók alapján veszik ki a lakást. Van, aki így dönt, bár a nagy része az inkább meg szeretné nézni személyesen, és az összes opcióját, ami még van. Mindenféle országból szoktak jönni, mint kontinensből is, ugyanúgy. Általában mondjuk kínaiak, akik mostanában szoktak jönni. De más ázsiai országokból is gyakran keresnek itt albérletet. A felvételi ponthatárok kihirdetése után élénkül meg az albérletpiac, ez volt jellemző hosszú évekig. Ma már előre gondolnak erre a diákok és a szüleik, mondja a közvetítőiroda tulajdonosa. Hajnalban, illetve már tegnap este kaptam egy csomó üzenetet, hogy felvették a gyermeküket, és azok már voltak itt Pécsen, és lefoglalták a lakásokat, úgyhogy meg fogjuk írni a szerződéseket. Ők, nekik úgymond szerencséjük volt, mert jó minőségű lakásokat kapnak jó árban. Az egyetemhez közeli lakások a legnépszerűbbek, de a felszereltségre is figyelnek a leendő bérlők. Az egyetem melletti részen 80-tól 150 ezer forint plusz rezsijég, de van olyan két szoba plusz nappal is, ami 230 ezer forint plusz rezsi. Van természetesen hozzá udvar, vagy nagy terasz.
Az új építésű lakásokban már nem hiányozhat a légkondi, a mosogatógép, a mosógép, és jobban szeretik most már a teraszos lakásokat. Már évek óta népszerű a pécsi kertvárosi rész is, itt olcsóbban lehet albérletet találni. De sok egyetemista, köztük sok külföldi kedveli az uránvárosi részt. Itt már a jobb minőségű lakások gazdára találtak még július elején. Milyen volt a korabeli hadviselés, hogyan zajlott a szigetvári ostrom, mik voltak a vár gyenge pontjai? Többek között ezekre a kérdésekre adnak választ azok a kiállítások, amik a Nemzeti Várprogram keretében hamarosan megvalósulnak. A programról a szigetvári várban tartottak sajtótájékoztatót. A műemléki épület 1,5 milliárd forintból újulhatott meg, melynek során interaktív kiállítások bemutatására alkalmas terek, új vársétányfal és számos a vár történetét, kinézetét hűen tükröző fejlesztések megvalósítására kerül sor. Ez a kazamata épület lesz az egyik központja a szigetvári várnak. A középkori építmény most a Nemzeti Várprogram keretében mintegy 1,5 milliárd forintból újulhat meg. A beruházás részleteiről, valamint a programról a helyszínen tartottak sajtótájékoztatót. A területi közigazgatásért felelős államtitkár ismertetése szerint országszerte összesen 60 milliárd forintból 19 kastély és 15 vár felújítása valósulhat meg. Nem csak az épített környezetet újítjuk meg, hanem olyan kiállítások, interaktív kiállítások kerülnek majd bemutatásra, amelyeknek nagyobb a turisztikai vonzereje, és emellett a kastély kerteknek, a vár kerteknek, vár udvaroknak a felújítása is szerepel sok helyen. Szigetváron például a vársétány fejlesztése, illetve építésének befejezése szerepel még a tervek között. A kazamata épületben több kiállítóteret is kialakítanak, emellett új recepció várja majd a látogatókat, és modern éttermet is létrehoznak a várban. Virág Zsolt miniszteri biztos elmondta, egy különleges interaktív kiállítással is készülnek a beruházás során. Egy Icarus 66-os buszban átalakított időgép segítségével egy történelmi időutazásra invitáljuk az ide látogatókat, és aki beül ebbe az Icarus 66-os buszba, különböző vetítések segítségével valóban visszarepül a múltba, majd a kazamata egyes tereit végigjárva, az egyes kiállítási fázisokat megtekintve, minden szempontból át tudja tekinteni az ostrom menetét, illetve a vár történetét. A Nemzeti Várprogram és a Nemzeti Kastélyprogram célja, hogy a műemléki értékek megőrzése mellett az akkori kornak megfelelő hiteles bemutató tereket alakítsanak ki. Az eseményen elhangzott, a szigetvári várba tavaly közel 40 ezeren látogattak el, és remélik, hogy a következő években ez a szám emelkedik. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a most kezdődő felújítási munkálatok ideje alatt a vár a megszokott rendszerint nyitva tart. Nyugdíjasként is igyekeznek aktívak lenni és a közösségre tenni azok a katonák, akiket a napokban köszöntöttek Kaposváron. A Toborzó és Érdekvédelmi Központban 13-on vehettek át elismerést. Mint az az ünnepségen elhangzott, a csoportok rendszeresen találkoznak és programok szervezésével igyekeznek összetartó közösséget alkotni. Ezek az elismerések már korábban átadással kellett, hogy kerüljenek, de sajnos a vírus ez közbeszólt, így a március 15-e, illetve a május 21-i elismeréseknek az átadásának kerül most sor. Dr. Benkő Tibor Magyarország honvédelmi minisztere a nyugállományiak szervezeteiben, valamint a honvédelemért hosszú időn át végzett munkájuk elismeréseként nemzeti ünnepünk és a Magyar Honvédelem napja alkalmából adományozott aranykor és honvédelemért kitüntető címet, illetve elismerő oklevelet a nyugdíjas katonáknak. Pilusin István 35 évig szolgált a honvédségnél, több állomáshelyen teljesített szolgálatot, mindig a légvédelemnél, rádiótechnikai csapatoknál dolgozott. Nyugdíjas is igyekszik aktív maradni és tenni a közösségért. Nagyon igényli minden idős ember az, hogy társaságban legyen, és egyrészt szerezzen információkat a honvédség jelenlegi állapotáról, másrészt pedig találkozik régi kollégákkal, régi barátokkal. Nagyon sok rendezvényünk van, szinte havonta az egyesületnek is és a klubnak is van, illetve a tagozatnak is van külön rendezvénye, amire szép számmal szoktak eljönni. A kaposvári ünnepségen többen emlékplakettet és emléktárgyat vehettek át aktív nyugdíjas munkájuk elismeréseként.
Ez alkalomból az elmúlt időszakban kerek évfordulós születésnapjukat ünneplő nyugállományú katonákat is köszöntöttek. Katonáiknál ez régi hagyomány, hogy a végzett munkát azt elismerik. Ez már ősidők óta talán így van, mert egy kitüntetés, egy érem, akár egy oklevél, vagy csak annyi, hogy olvassák a nevét valahol, ez mindenhol legyen motiváció a számukra. Sokan már várják, és amikor úgy érzik, hogy most többet tettek a közérdekébe, többiek érdekébe, főleg idősebb katonáknál, nyugdíjasoknál, akik többet vállalnak, mint a klubnak a többi tagja, azok feltétlenül megérdemlik az elismerést, és örülnek is neki. A Noszlopi Gáspár Honvéd nyugállományú klub rendszeresen szervez programot a mintegy 140 tagjának. Ősszel egy emléktáblát szeretnének állítani névadójuk emlékére, hiszen Noszlopi Gáspár az 1848-49-es forradalom és szabadságharc őrnagya 200 éve született. A magyar triatlon sport legjobbjai versengtek egymással Lengyel Tótiban az Elite Mix váltó VB válogatóján. A szupersprint döntőjében 300 méter úszás, 8 km kerékpár és 2 km futás várt a versenyzőkre. A nőknél nem született nagy meglepetés, hiszen az egyébként is esélyes Bragmeier Zsanetta a Team Új Buda versenyzője maga mögé utasította a mezőnyt, míg a férfiaknál a szintén esélyesnek tartott Bicsák Bence végzett az élen. Figyelem! Ebben a pillanatban elindult a mező! A hazai élmezőny színejava képviseltette magát a lengyel tóti kék tónál megrendezett döntőben. Az utánpótláskorú versenyzők roppant színvonalas és izgalmas versenyt produkáltak az őket bíztató szurkolóknak és támogatóknak. A somogyi kisvárosban már második alkalommal rendeztek triatlon versenyt a helyiek nagy örömére. A magyar triatlon versenyszezon ugyan már 3 hete elkezdődött, a legjobban várt esemény a sportolók körében mégis ez a verseny volt. Ez az itteni mai verseny, ez az idei évnek az egész világon a legmagasabb szintű versenye volt. Elég azt mondani, hogy a világ top 10-es versenyzője, Bicsák Bence és az összes magyar klasszis itt van, több olimpiai kvótás versenyzőnk, jelenleg olimpiai kvótás. És a mezőnyben érdekesség, hogy 27 darab EB és VB-rem fog indulni ma, úgyhogy ez nagyon-nagyon magas színvonalú versenyt várunk. Minden versenyszámot megnyer úszásban is, kerékpáron is, és futásban is. A hölgyek legeredményesebbje a favoritnak tartott Bragmeier Zsanett lett, akit Horváth Karol és Kropkó Márta követett. Összességében nagyon elégedett vagyok, ez volt nekem mondhatni a fő versenyem, hiszen akkor még ugye nem tudjuk, hogy a nemzetközi mezőnyben vagy a verseny szezonban mikor mi lesz a fő versenyünk, úgyhogy én teljes erőbedobásommal ezzel a versenyre készültem. Én szombaton rajtozáltam egy olimpiai távú verseny, úgyhogy ez egy picit kivett belőlem, úgyhogy kicsivel fáradtabban érkeztem ide, mint terveztem, de ettől függetlenül nagyon jól sikerült szerintem. A férfiak mezőnyében kiélezett volt a verseny, de a szintén esélyesnek számító Bicsák Bence megnyerte az összetettet, így a világbajnoki indulási jogát is. Bicsák Bence megnyeri, ebben a pillanatban 3 pontja van. Amit mi itt hozunk szerintem magyarok, többen is, tehát nem csak magamra gondolok, a többiekre is. Szerintem eléggé közel vagyunk a világélvonalhoz, úgyhogy én szerintem, ha jól csináljuk, akkor elégnek kell legyen egy nagyon jó eredményre. A németországi világversenyt szeptember elején rendezik meg Hamburgban. Végül nézzük fontosabb tornamegye híreinket még egyszer röviden. 150 ezer forint is lehet egy fűnyírás, az időkorláton kívüli zajos kertészeti munkát büntetik. Kocsiban hagyott gyerekek, pár perc alatt tragédia történhet a nyári forróságban. Bátaszéki fejlesztések, új tetők a közintézményeken. Ünnep, Szent Annára emlékeztek Dombováron. Kedden egész nap napsütéses, nyaralóknak, strandolóknak kedvező idő lesz, csapadéktól nem kell tartani. Gyorsan emelkedik a hőmérséklet, délután már 34 fok lehet, éjszaka is marad a derült, nyugodt idő. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!